A kispesti cigány nemzetiségi önkormányzat irányításával, a helyi roma referens bevonásával munkacsoport alakult a krízis helyzetben lévő, súlyos problémákkal küzdő romák és családok koordináltabb segítésére. Ezt Vinceg György, szociális ügyekért felelős apolgármester jelentette be, a Balog Csilla roma ügyi referenssel és Balog Elekkel, a kispesti cigány nemzetiségi önkormányzat képviselőjével kezdeményezte a munkacsoport megalakítását. Az első összejövetelen a szociális intézményrendszerben dolgozó szakembereken, és a polgármesteri hivatal munkatársain kívül jelen volt Dódígy Gabriella és Rátkai Andrea önkormányzati képviselők, valamint Losó Györgyi, a romák felzárkóztatásáért egyesületelnöke is. A munkacsoportba hívták és várják az egyházak, valamint más civil szervezetek képviselőit is. A munkacsoport elsősorban a romák felzárkóztatását célozza meg, lakhatási, oktatási, munkahelyteremtési kérdésekkel foglalkozna, de az ülésen résztvevők kiemelten fontosnak tartják a mély szegénységben élők segítését is. A munkacsoport nevéről, összetételéről, működésének feltételeiről, megalakulásának időpontjáról szeptember végén a képviselőtestület dönt.